Sziasztok, srácok! Üdvít ismételten a Style Juvelében. Hát, már azt tudom, hogy hol hagytam abban. Mindegy, első körben meg is nézném, hogy milyen nap van ma, 7-e van, Louis születésnapja. Szóval négy darab iridium érc készült el. Megnézem, hogy van a férjem uram. Tegnap este nem bírtam aludni, szóval tettem egy esti kört a motorommal. Jó, ezt a szöveget már ismerjük. A babánk pedig mióta megszületett, azóta alszik. George-tól kaptam követ. De legalább gondolt rám, nagyon kedves, és rengeteg dolog itt elkészült. Ezeket én be is gyűjtöm, és a mai napra egyébként, vagy hát nem a mai napra, hanem a mai részre, az a tervem, hogy esetleg megpróbálok, megpróbálok a Fennszigeten a bányák végéig elmenni, mert nagyon jó lenne egy prismatic shard, vagyis pontosabban egy prizmás töredék, ugyanis az az utolsó, amire szükségem lenne, vagy pedig egy dinoszaurusz majonézre, de azt az Istenért nem találok. Hát, ha összejön, de hogyha nem jön össze, sem leszek nagyon szomorú, csak egy picit csüket. Véletlen rákattintottam. Hát, mindegy, akkor ha már idejöttem. Bár tényleg ez baromi véletlen volt, nem akartam rákattintani. Ez van. Hát ez cik is. Itt magamat is sajnos bántottam, nem ez volt a cél. Ha odafigyelek, nem lesz gond. Na, az omnigaudák miatt egyébként megéri ide lejönni, tök jó. Hoppá, itt van egy lefelé vezető akna. Négy szintet zuhantam. Az zsíros. Na, te hessinen el, köszönöm. Abban reménykedem, hogy esetleg ilyen ládákban lehetne, de sajnos nincsen. Menj innen! Köszönöm. Mi a fene? Menj már! Úristen! Oké, ez durva volt. Értem a 30-as szintre, de hát nem jó az így, inkább megyek haza. 30-as szintre, és még mindig nem találtam semmit. Na mindegy, elhagyom a bányát, mert most már idő van sajnos. Mennyi jött be? 10 000! Az igen! Na, ennek örülünk. Összesen 11 064. Ez nagyon jól jött most. Amúgy elfejtettem Louisnak születésnapjára vinni. Mindegy. Ahova el szeretnék menni, az pedig nem más, mint a Fennszigetek. És ugye ahhoz is kell egy ezres. Viszont, itt össze-vissza megyek. Amire mindenképp szükségem van, az pedig egy teleport, totem, kemény fa, méz és rost. Lejöttem ide a csatornába, megnézem, hogy esetleg itt lehet-e kapni prizmás töredéket, de nem vagyok benne biztos, sajnos, szóval nem. Csillaghullót lehet, egy rejtélyes gyümölcs, ami felerősíti azokat, akik megeszik. Az íze álomszerű, erős élményt nyújt, de nehéz másoknak leírni. És visszatérő jogar. Szerintem én egy csillaghullót szépen megzabbantok. Aha, és 440 lett az energia szintem, ami egy szuper dolog. Találtál egy csillaghullót, a gondolataid megtelnek ezzel, hamburger. Megnőtt a maximális energia szinten. Na, ennek örültem, viszont 20 000-rel kevesebb lett a pénzem, de még így is megértem. Hagyjál már! Tudom dobálni a babát, vagy mi? Wow! Hát ez nagyon menő! Hagyjál már! Úristen! Na ez egy áldás bevétel szempontjából, ez egy csoda! Ezt a rengeteg bort pedig el fogom adni. Jaj, de jó, besegített végre Sebastian! És szatyor is törődött! Jaj, de jó, nagy egy csókot! Végre itt vagyok a szigeten, és hoppácska! Esik az eső. Wow, mennyi minden volt itt. Benézek a békához, hogy esetleg az, amit lát, az tetszik-e neki. Vagy egyelőre ez így nem lesz. Jó, grupp. Igen. Akarom látni, longol, sárga, csiklandozó. Igen, van odakünt. Ez az! Na, tetszik neki? Grupp, jó, bombó, longó. És mikor átfussak rajta, bombó, csiklandoz. Régi barátnőre emlékeztet. Grupp.
Heh, mindjárt megcsikikézlek tégedet. De nem fogunk. Oké. Na, brekeke, igen, köszönöm néked. Ez visszavisz engem jó időkre, réges-régen. Bubi, tessék, ez itten a tied. Hoppá! Ez mennyi volt? Ja, 5 aranydió. Ennyi, és akkor mi a következő feladat? Mert hogy nem tűnt el a bejka. Meg akarom enni a pikáns földi gyümölcsöt, de büdös lesz a lehelletem. Akkor hagyma kell. Wow, 40 ezer! Úristen, na melyikért a legtöbbet? Ősi gyümölcsbor 3300-at ér, a dinnyebor pedig 1500-at. Szóval ez a kettő, ami nagyon kiemelkedő volt. Na, egy kicsit megváltoztattam azt, hogy hogyan látok, mert... Hú, gyerekek, ez így nem lesz jó, váltok itt, mi volt? Igen. Szóval kicsit megváltoztattam, hogy hogyan látok, mert nem láttam, hogy hol van a... Ura, furcsa. Úristen. Szóval nem láttam azt, hogy merre van ugye a kijárat. Oké. Hát ez csodálatos. Valami kaját muszáj ennem. Jó, na végre. Itt mi van? Megabomba. Hát ebből kéne amúgy egy pár. Rózsaszín szalagcsokor. Úristen, ez iszonyatosan cuki. 10 000-be kerül. Lebeértek el. Megvesszük. Ez mi? Használd a bulka az vezető rövidítést? Na, nehogy használom. Ó. Hát ez a vulkán kifele. Jó. Légy óvatos a vulkánban, a lelkek nem kedvelik a kívülállókat. Jó, tudjátok, mint nem érdekel. Most már tudom, hogy működik, szóval találkozunk a végénél, hogyha végre eljutok oda. Hogyha lesz bármi érdekes dolog, akkor úgyis megmutatom, de most már muszáj oda mennem. És itt van ez a cuki rózsaszín, szóval én ezt fel is veszem, és ezt a pirosat lehelyezem ide. Hát ez a kedvencem most, csak ezt muszáj volt megmutatnom nektek. Szerintem mennyi van? Még egy 10-es megabombát veszünk. Szuper étel, ebből is egy 5 az kéne azért. Meg még egy 5-ös, biztos, ami biztos jó, ezeket pedig szépen eladjuk. Oké. Elég. Már én megdöglöttem volna. Szuper étel. Mi a fene? Olyan megdöglöttem. Oké, és akkor ez még az utolsó. Jó, de ez mi? De menjünk tovább. Hol vagyok? Ja? Oké. Anya! Szuper étel! Segíts rajtam, szuper étel! Menjünk innen! Eszem hiszem el, hogy sikerült! Úristen, erre vártam! Ez az, eljutottam a végéig! Még egy dió, adjál! 11 dió van! Jézusom! Na ez mi? Prizmás töredék! Most komolyan nagyon megkaszultam, mert azért rengeteget küzdöttem érte, és... Ez most egy csodálatos érzés. Ez mi? Azt mondja, rak ide egy szerszámot, ide pedig ilyet, és ebből lesz az. Helyezd egy fegyvert vagy eszközt a bal üregbe, helyezd drágakövet a jobb oldaliba, 2 gyűrűt is kombinálhatsz. Na várjatok, gyűrűt kombinálhatok. Na váltok, ezt ide rakom, akkor a galaxis kardot tudom ide rakni. Ezt készített galaxis kard. 4 kritikus erő. Értem, és mondjuk a smaragdot ragok oda, akkor 6 plusz 6 sebesség. Nyomd meg a gombot, ja. És mondjuk ez ide. És 15-be kerül, ja értem. Még egy smaragdot, ahhoz 20 kéne. Kvak-kvak, 5 jó híd építése. Hát most arra én nem használnám, mert most nem kell a híd igazából. Nagyon gyorsnak kell lennem, mert már nagyon késő van. Viszont szerintem ez sikerülni fog, és akkor adjuk le a prizmás töredéke. Csomag kész, végre ezzel is megvagyok. És most mi lesz itt? Mi ez? Mi történt? Hoppá, hoppá! Igen?
Mit kommunikálsz felém, te kis cuki? Ennyi volt? Mindenkinek sikerült visszajutnia, kivéve nekem. Jaj, ne! Sadinka! Most már én is hazatérhetek. Köszönöm. Köszönöm. Ja, értem. Oké, tehát ő volt itt egyedül. Szia! Szia, pici Unimo! Szia, szia! Jó utat! Szia! Wow! De jól néznek ki ezek a csillagok. Hamarosan valami jó fog történni. Na, itt történik valami a gyógyamart helyett. Valami itt lesz. De vajon mi lesz? Oké. Hát ez majd a következő részben kiderül. Master of the Five Ways, a teljesítményt értem el. Azt tudom, amikor értem el a teljesítményt a Stardew Valley-ben. Akrobata vagy bandita lehetek, harc 10. szintre értem. Az akrobata a speciális mozdulatokat fele annyi idő múlva használhatod újra, a banditánál pedig a kritikus csapások halálosabbak. Szerintem a kritikus csapások halálosabbak. Hát én nem tudom, hogy milyen mozdulatot használtam, szóval legyen a bandita. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy velem tartottatok a mai Stardew Valley részben. Szerintem igazán izgalmasra és jóra sikerült, ugyanis 2 feladatot is sikerült megcsinálnom, illetve hát nevezzük 3-nak. Találtam prizmás töredéket, eljutottam a fennszigeteki barlangnak a mélyére, illetve sikerült a Jojamártos közösségi központból lévő feladatot is megcsinálnom. Sima Jojamártos feladatnál maradjunk szerintem. Ne felejtsétek el megnézni a videónak a leírását, mert minden hasznos, fontos információt, linket ott megtaláltok. Sziasztok!